Hamarosan a színpadon láthatják Fófehérke és a hét törpe történetét. A darabválasztást a Csengelei falunapok színjátszó kiállításának legrégebbi fotója ihlette. Ez a fénykép 1939-ből származik, és egy iskolai Hófehérke és a hét törpe előadást látható rajta. A darab rögtönzött szereplői, a Csengelei általános iskola dolgozói, akik nagyon lelkesen készültek erre a fellépésre. A próbák során természetesen nem arra törekedtek, hogy a végeredmény megfeleljen a magasabb színházi követelményeknek, inkább a töretlen jókedv, a jó csapatépítés volt a cél. Reméljük, hogy a pedagógusok próbák alatti jó hangulata a nézőközönségre is átragad. Ehhez kívánok mindenkinek jó szórakozást! Tengeren is túl. Ott, ahol a kurta farkú malac túl. Hát attól azért kicsit jobbra. Ott a Csengelei templom környékén. Élt egyszer egy királynő, és a férje a király. Egyszer a királynénak kislánya született. Olyan fehér volt a bőre, mint a hó. Piros az arca, mint a vér. Fekete a haja, mint az ében. El is nevezték Hófehérkének? De amikor a gyermek megszületett, a királyné meghalt. Ahogy a gyászév letett, a király új feleséget hozott a házhoz. Tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Szép vagy, szép királynő, tudd meg, a világon te vagy a legszebb. Én vagyok a legszebb. De múlt az idő. Hófehérke olyan gyönyörű lett, mint a maga a ragyogó nap. Még a szépséges királynénál is. Hófehérke! Gyere erre, Hófehérke! Nem megyek! De rájött! Nem megyek! Hófehérke! Gyere elő, mert úgy megbüntetlek! Nem megyek! A királynő először nem sokat foglalkozott Hófehérkével, hanem egyszer aztán gyanút fogott. Tükröm! Mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Szép vagy, szép királynő, de tudd meg, Hófehérke százszor szebb.
az erdőbe. Nem tűrhetem tovább. Öld meg, és hozd el a szívét bizonyságul. Mert ha nem, akkor a büdös nagy pofont kap. Gyere, menjünk az erdőbe. Mit fogsz ott velem csinálni? Fantáziádra bízom. Úgy szeretek sétálni az erdőben, ott van Nyuszi is, Özike is, és Tigris. Gyere, gyere, hozzá érkezik. Madász bácsi, miért hozol engem ebbe a sötét erdőbe? Úgy félek. Gyere, ne félj, mindjárt megérkezünk. Jaj, de jó! Tollasozni fogunk! Nem érzel! Tényleg a kedves az élet! Kérlek, vadászbácsi, ne ölj meg engem! Mondj három indokot, hogy miért ne öljelek meg. Azért, mert szép vagyok! Azért, mert ügyes vagyok! Nagyon okos vagyok. Kevés. Akkor még okosabb vagyok. Igaziból nem is akarnak megölni. Nekem csak a szívedre van szükségem. Azt mondták, vigyem el a szívedet. Nézzük. A szívemet? Nincs is szíve. Ez szívtelen. Nincs valakinél itt véletlenek szív. Nincs. Nálam éppen van egy. Na jó, neked adom a szívem. Köszönöm! Már van szívem! Szerintetek így néz ki egy szív? Ez egy máj! Hát mit csinálhat a biológia órán? Mi mindig csak az egészséges táplálkozásról tanultunk. Az már rajtam nem segít. Az már nem, de nálam van egy szív a biológia szertárból, teljesen véletlen van. Köszönöm! De milyen zsíros! Kompatibilis! Itt a szívem, még dobog. Megfelel. Menekülj, kislány, szaladj az erdőbe. Jaj! Menekülj! Ne bántsatok! Vadász! Köszi! Megvan a szív! Csak én vagyok a legszebb! Ez a sötét erdő olyan félelmetes! Sok-sok szörny van benne! De mi csak ott van egy fény! Mint egy kis ház lenne! Bemegyek oda, hát ha segítenek rajtam! Milyen kis ház? De megütöttem a fejem! Hát ide meg engem vártak. Pörkölt. Galuska. Ezt meg elvitte a szél. És Úrisali. De milyen kicsi adagok. Ez biztos nem a csengelei pörkölt főzők mérték. Ez is. És Úrisali. De finom. Hát ez ugyan mi lehet? Megkóstolom. De finom. Iszok még belőle. Hova feküdjek? Jaj, de hát itt van ez a 14 ágy! Hola, ho, la, ho, la, 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 la,
A tányérkáka? És ki aludt? A lámpa. Mi játszik az ágyat számba? Ő a tenyérben is alszik valaki. Fiúk, nézzétek, milyen szép valaki! De szép! Nagyon csinos! Olyan a lába, mint az ágyikének! Hófehérke vagyok, és a gonosz mostohán elüldözött otthonról. És mi itt vagytok? És mi, miért vagytok ilyen kicsi? Nem vagyunk kicsi! Kis ember nagy bottal jár! Ne félj, Hófehérke! Nem lesz rám panasz? Jó lesz itt a gyerek! Velünk jól lesz, szórakozhatsz. Mehetek veled még álomba szendek ülni. Hát nem is tudom. Ha megígérem, hogy gondunkat viselem, meg a házunknak is, akkor maradok. És főzöl. Mosol. Ránk. Varsz és foltozol ránk. És foltozom. Meg lesz, jól szorod lesz. Nem lesz hiányod semmiben. Gyógyitalunkat máskor ne idd meg. Hát jó, maradok. Úgy sem éltem még együtt ennyi férfivel. Ura, na figyelj, azért nem lesz ilyen jó, mi most dolgozni megyünk. Dolgozni mentek. Főzzél, mossál, vigyázz a mostohádat, nagyon került messzire. Elkerülöm. Takaríts. Takaríts. A lábakat is takaríts meg. Megtakarítom. És ne feledd, sört is hozzád. Akkor indulok a Tesco-ba. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem. Ki a legszebb a vidéken? Szép vagy, szép királynő. De tudd meg, Hófehérke százszor szebb. Hegyeken túlél magában. Hófehérke meghalt? A hét törpe házában. Hófehérke él? Hófehérke él? Hófehérke él? Üst, üst, gyűjtele, férget, mérget, gyűjtele, iskolások hája, mája, jó lesz-e, bárki lássa, most te kedves buta béka, te nézz bele a fazékba. Dolgozat és felmérés, sok-sok egyes belenék. Torna cipő, büdös póló, olyan, mint egy rusnya kígyó. Sűnj meg, följ meg oda lent, erős lesz ez annyi szem.
bal hüvelyken bizsereg, gonosz lélek közeleg. Szép macsú, fél csupa szép, hófehérke itt a fék! Nem is tudom, a héttört a megtiltottak. Csak nem attól félek, hogy megmérgeznek. Nézd! Harapogé! Nem mérges! Egyéb! Inkább nekem másik alma kéne. De látom, ott van egy zöld! A fene a gusztusodat! Köszönöm! Ez nem méreg, ez gyógyital. Igyad, hófehérke, egyed, meglásd, jó lesz! Elárulom, kis tételben gyógyszer, de nagy tételben méreg. Nézzétek már, hat! Meghalt, hófehérke! Hajj már meg! Csak én vagyok a legszebb. Még! Hey-ho, hey-ho, hollári, hollá-ho, la-la-la-la-la-la-la-la, hey-ho, 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 ezt a gyönyörű, csodálatos lányt a csúnya fekete földön nem vagyok. A papírjuk a krematóriumba. Megszemélyük mozdítani. Akkor kérjük be valami tartósító szerre. Ezzel nem bírjuk, hát mind meg itt a... Várjatok! Itt jött a kuka! Én? Hey-ho! Hey-ho!